Sátoraljó Újhelyváros önkormányzata minden évben 50 millió forintos keretet különít el a város útjainak felújítására. Az elmúlt évben is több utcát újítottak fel ebből az összegből, a 2. számú választókerületben is. Így a Bátori és Lakatos utcák is új burkolatot kaptak. Idén is rendelkezésre áll ez az összeg, és szintén egy rossz minőségű út felújítása kezdődött meg a választókerületben. Ez az a felújítás, amelyet az önkormányzat előre 4 évre meghatározott. Minden évben 50 millió forintot használunk fel, ennek a része a Csalogány utca felújítása. Teljesen fel lesz újítva a járda, a parkoló és maga az út, új szegélyek lesznek, tehát egy teljes felújítás vár a Csalogány utcára, melyre megmondom őszintén, nagyon ráfér, mert nagyon nagy a forgalom a kórház miatt, és elég rossz állapotban volt már ez az utca. A Csalogány utca teljes körű felújítása 15 és 20 millió forint közé tehető összegbe került.